Az 1998. évi 28. törvény az állatvédelmi törvény 42/B paragrafusa első bekezdése értelmében a kutyatartási helye szerinti illetékes önkormányzatnak ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében 3 évente legalább egyszer ebösszeírást kell végezni. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. A kutyatartóknak ebösszeíró adatlapot kell kitölteni. Napot. Az önkormányzattól jöttünk, és ebösszeírást végzünk. Az ebösszeírás már nyáron is zajlott a városban. Július elejétől 10 közfoglalkoztatott és 30 diák munkás végezte a feladatot. Házról házra jártak és összeírták az állatokat. A négylábúakat a járványok megelőzése, az állatok védelme miatt kell összegyűjteni, de abban is segít, hogy az elveszett kutyákat visszajuttassák a gazdájukhoz. Az ebösszeírást a NyírVV Nonprofit Kft. Végzi, határidejét meghosszabbították. A háztartások és a vállalkozások telephelyének a legjelentősebb részét már végigjárták a kollégáink. Egy-két külterületi városrész van még hátra, és hát arra kérjük a városlakókat, hogy szeptember végéig a postaládájukban talált ebösszeírási adatlapot töltsék ki a kutyák oltási könyvének segítségével, és juttassák vissza hozzánk. Az elkövetkezendő időszakban az ebösszeírók az eddig kimaradó háztartásokhoz is eljuttatják a tájékoztatóval ellátott adatlapokat. A nyomtatványok kitölthetőek papíralapon, elektronikusan, illetve a számlálóbiztos közreműködésével a helyszínen. Az összeírás egyszerűsítéséhez kérik, készítsék elő a kutyák oltási könyvét. Az adatlapok leadási módja változatlan, az ebösszeírók segítségével, elektronikusan, postai úton és személyesen is eljutathatók a NyírVV Nonprofit Kft. Számára. Részletes tájékoztatása a www.nyírvv.hu honlapon található. Az ebtartóknak érdemes betartani a meghosszabbított határidőt, mert az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, amelynek alsó határa 30 000 forint.